Sanghaji Magyar Főkonzulátus meghívására. A 25 milliós kínai metropoliszba érkezett az egri érseki fiúkórus január 22-én. Az ifjak a Magyar Kultúra Napja alkalmából kaptak felkérést egy koncert bemutatására. A megérkezés napján Bolla Szilárd, főkonzul köszöntötte a hosszú úttól megfáradt csapatot, majd következett egy igazi kínai ebéd. A pálcikával evésen túl néhány étel beazonosítása is komoly kihívás elé állította a magyar delegációt. A koncertre másnap 23-án kedden került sor a Múr emléktemplomban, amelynek érdekessége, hogy a magyar származású Hugyec László Ede tervezte 1931-ben. A délelőtti megfeszített próba során Schmidtmeister Szilvia karvezető igyekezett az utolsó bizonytalan hangokat is a helyére tenni. A kórus a próba végére magabiztosan és felkészülten várta az esti fellépést. A koncert este 7 órakor magyar idő szerint délben kezdődött, a rövid köszöntők után felcsendültek az első dallamok. A kórust zongorán Réz Lóránt orgonaművész kísérte, az éneklésben pedig Hegyesi Hudik Margit énekművész működött közre. Az 1 óra 10 perces előadás teljesen lenyűgözte a helyi közösséget. A kínaiaktól nem megszokott módon a koncert végén vastaps búcsúztatta a messziről jött kórust. A következő 2 nap adott lehetőséget arra, hogy a dalnokok és kíséretük némiképp megismerje Sanghajt. A belvárosi gyalogtúra részeként még egy rövid szereplésre is sor került. A Huangpu folyó mellett a kórus néhány dallal kedveskedett az arra járóknak. Az 5 nap hamar elrepült, 26-án élményekkel telve és kellően fáradtan indult haza a csapat. Schmidtmeister Szilvia karvezető szerint óriási dolog és hatalmas megtiszteltetés a kórus és az egész magyarság számára ez a kínai vendégszereplés, amely a csapat életében igazi mérföldkőként jelenik meg. 3 nappal ezelőtt volt a koncert. Lassan már olyan távolinak tűnik, hogy fel kell idézni, hogy mégis hogy telt a koncert 1 órája. Nagyon más közönség a sanghaji, mint a magyar. És még ennek ellenére is vastapssal zártuk a koncertet, amiről azt mondták, hogy itt nagyon ritka. Azóta folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket, hogy mindenhol megemlítik, Magyarországon is, kulturális területeken, zenei portálokon, vagy csak éppen a kormány.hu oldalon egy megjelent cikkben, hogy az egri érseki fiú kórus Sanghajban adott koncertet a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ide eljuthattunk, ez mindenkinek egy beteljesült csoda. Még hogyha nem is vágyott ezelőtt Kínára, most egy olyan pipát tehet a térképen, ami azért egy hatalmas dolog, eljutni a Távol-Keletre, belekóstolni egy annyira különböző kultúrába, mint a kínai, és azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekek nagyon jól helytáltak. Az egri érseki fiúkórus 12 óra repülőút után moszkvai átszállással végül szerencsésen földet ért a Liszt-Ferenc repülőtéren 26-án éjjel. A Szent István Televízió kameráival végig kísérte a vendégszereplést, így a közeljövőben a teljes koncert és egy bővebb útifilm is megtekinthető lesz a szentistántv.hu weboldalon.